Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok, és mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Megkezdődik az ipari park korszerűsítése Dombóváron. Megérkezett az új tanyagondnoki busz Dalmandra. Bajba került egy 6 gyerekes család Döbrök közön. A Kapos Menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás megtartotta a 2022-es év első ülését. Az alma és a szilvafa fajtákon volt a hangsúly a dombóvári előadáson. Egy lepény, amely hungarikummá lehet. Megkezdődik a Dombóvári Ipari Park kiépítése. A 6 hektáros területen első lépésben az infrastruktúrális fejlesztést kell végrehajtani. A munkálatok kivitelezőjével írt alá megállapodási szerződést a város vezetése. Dombóvár fejlesztésének egyik letéteményese az ipari park benépesítése. Ehhez azonban a jelenlegi lehetőségek nem alkalmasak. Éppen ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy a rendelkezésre álló mintegy 6 hektáros területen kiépíti a szükséges infrastruktúrát. A döntést pályázat követte, ám a beadáskor ez nem járt sikerrel. Ez egy megyei toppos forrás, ez egy tartaléklistás pályázat volt, ez 2020-ban sikerült visszahozni az élők sorába. Nyilván ebből a 2018-ban beadott, 2020-ban újra életre kelt pályázatnak a forrása, mert előláthatóan tudom biztosan mondani, hogy kevés lesz, hiszen egy 220 milliós csomagról beszélünk. Menet közben mindenki által ismerten úgy elhúztak ezek az árak, hogy ma már szerintem ennek a duplája mennyiségre lesz szükségünk. De mindeddig, amíg a tervek és a kivitelek el nem készülnek, és egy feltételes közbeszerzési eljárás nem tudunk lemonyolítani, addig a projekt forrás szükségletét nem tudjuk tényszerűen alátámasztani. Dombóvár már rendelkezik egy ipari parki övezettel, igaz, ezen a területen is szükségesek fejlesztési lépések. Tamásiból Dombóváról érkező ott a deltában már van egy kialakulott ipari övezet. Annak az úthálózat és csapadék vízevezető rendszere eléggé elanyagolt állapotban van és felújításra szorul, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a már több évtizedig itt működő vállalkozásokat megbecsüljük és segítsünk rajta, hogy olyan körülményeket teremtünk, hogy a mindennapokat komfortzónájukon belül tudják tölteni. A város szempontjából nagyon nagy előrelépés, hogy ez a 6 hektáros zöldmezős terület, amely szemben van ezzel a területtel, meg tudjuk nyitni, és ipari parkként tudjuk funkcionálni ennek a támogatásnak a segítségével, hiszen felosztottuk 6 egyenlő részre, egy-egy hektárt jelöltünk ki, annak a belső úthálózatáról készült egy koncepció. Nyilván az úthálózat az a végső, hiszen azt látjuk, hogy szép út van, de ez alatt még rengeteg olyan közművet el kell rejteni, amely ez ide érkező vállalkozók munkáját fogja segíteni. Természetesen ugye egy csapadék víz szintén el fog készülni, a szennyvízen, az ivóvízen és az erős áramon túlmenően. Nem tudom, és nyilván ez még a jövő kérdés, hogy a gázellátásban most be tudunk-e kapcsolni, vagy nem, de azt gondolom, hogy az út mentén az ipari park bevezető részénél a csatlakozási lehetőséget megítésem szerint ebből a forrásból lesz még szerencsénk kiépíteni. A szerződés aláírását követően a kivitelező megkezdi a beruházás előkészítését. Az iparterület arculatát pedig majd az ide települő vállalkozások jellege határozza majd meg. Ez így kicsit nehezebb. Nyilván figyelembe kell vennünk a lehető legrosszabb állapotot, mondjuk így, hogy legrosszabb, nyilván ez nem rossz, de arra kell nekünk most a terveket elkészíteni, akár, hogy valamilyen nagy fogyasztó is esetleg betelepülhet a területre, és nyilván a tervek is így fognak elkészülni. Több kisebb ingatlan, illetve ugye hát a meglévő iparterületen, ott a Gunarasi út mellett, ott ugye már kialakult ipari létesítmények vannak, ezeknek kell ugye az úthálózatot biztosítani. A jelenlegi elképzelések szerint 2022 végére jut el a beruházás arra a szintre, hogy a szükséges beszerzésekről és annak anyagi igényeiről ismét tárgyalások kezdődhessenek. Új tanyagondnoki buszt kapott Dalmand. A jármű beszerzésére az önkormányzat 15 millió forint pályázati forrást nyert. Az ünnepélyes átadón részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, a Magyar Falu programot 2019-ben indította útjára a kormány, amelynek célja az 5000 lakosnál kisebb lélekszámú települések fejlesztése. Ünnepélyes keretek között adták át Dalmandon ezt a vadonatúj 9 személyes kisbuszt. Nagy szükség volt már egy új, korszerű tanyagondnoki buszra, hiszen Dalmandhoz 3 külterület is tartozik, így mindennapos feladat az ott élő gyerekek óvodába, iskolába, illetve az idősek orvoshoz szállítása.
A régi jármű gyakran javításra szorult, így az önkormányzat egy új busz beszerzésére pályázott sikeresen. 15 millió forintot nyertek el a Magyar Falu Program pályázati keretéből. Aminek nagyon örültünk, mert egy régi, agyon használt tanyagondoki busztal szállította a tanyagondokunk külterületről az iskolás óvodás gyerekeket, idős embereket, orvoshoz, gyógyszertárba, hogy sikerült megnyernünk egy 15 millió forintos, szintén magyar falvas pályázatot új tanyagondoki busz beszerzésére, aminek rettenetesen örülünk. Nagyon-nagyon élvezzük, hogy pedig még csak gyakoroljuk, hogy hogy kell használni ezt a buszt. Viszont a régi buszunk a kihasználtság ellenére is működőképes. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy kárpátaljai településnek ezt átadjuk. Ennek az átadása majd még ezután fog bekövetkezni. Az átadó ünnepségen a környező települések polgármesterei mellett részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Beszédében hangsúlyozta, a Magyar Falu Program a kis települések fejlődését szolgálja. 2019-ben indult el a Magyar Falu Program, azóta mintegy 23 ezer nyertes pályázóval számolhatunk egész országban, 230 milliárd forintot nyertek ők el. Ebben az évben 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a különböző magyar falus pályázatokat. Ez egyik sikerpályázat, ha mondhatom így, ez a kisbusznak a beszerzése, tanyagondoki szolgálatot lát el szinte minden településen. Az én körzetemben 29 ilyen kis busz volt nyertes, most még egy párat a következő hetekben át fogunk adni, így lesz meg a 29, Dalmand is nagyon örül ennek, de Dalmandon más fejlesztések is zajlottak, például a járda építést fejeztek be 5 millió forinttal, illetve 5 millió forintból egy játszóteret újítottak meg még az ősszel, ez pedig 15 millió forintba került. A Kossuth utcának a felújítása márciusban történik meg, újabb 40 millió forint. Úgyhogy örülök annak, hogy az én körzetem is ennek a lehetőségnek köszönhetően szépen fejlődik. A rendezvényen a 2019-ben elnyert és megvalósult beruházásokról is beszámolt a résztvevőknek a település polgármestere. A mai napon úgy gondoltam, hogy hozzuk össze ezeket a pályázatokat, lássa a falu is egyben azt, hogy igen, dolgoztunk, igen, nyújtottunk be pályázatot, és emiatt történt így, hogy minden pályázatot egyszerre adtunk át ma végül is, mert azt gondolom, hogy így kerek az egész, így látják azt, hogy kész egy Kossuth utcába a járda, és az úttestnek is neki fognak állni, mert ott a pályázati forrás is megnyertük. Itt a tanyagondoki busz, mert megérkezett, és az emberek rendelkezésére szolgál. Ott a játszótér, amit összóta használhatnak a gyerekek. Tehát azt úgy gondoltam, hogy ha összevonom ezeket a pályázatokat, akkor egyben látják azt, hogy igenis dolgozott ez az önkormányzat, és adott be pályázatot, és abból nem egyet nyert, hanem ennyi pályázatot, amit már ki is vitelezett, és fel tudja mutatni, hogy ez már a község szépítésére szolgál. Az önkormányzat a jövőben is minden lehetőséget megragad, hogy pályázati támogatásokhoz jusson a település. Kiégett egy 6 gyermeket nevelő család konyhája Döbrökközön. A tűz kitörésekor a gyerekek és az édesapa a házban tartózkodott, de mire észlelték a bajt, már nem tudtak segíteni. A falu összefogott, a bajba jutottak megsegítése érdekében. Elszenesedett falak, az udvaron kiégett háztartási eszközök. És így néz ki a Döbrökközön élő Banis család konyhája. A családfő azt mondja, mire észrevették, hogy ég a ház, már tehetetlenek voltak. Én is a 3 gyerekemben voltunk a szobába, és azt vettük észre, hogy a villany elmegy. És kinéztem a konyhába, és égett minden. És kihívtam a tűzoltókat, és akkor ők kivonultak. Az első vizsgálatok szerint egy zárlatos vezeték sziklája gyújtotta fel a tűzhelyen lévő olajat, ez okozta a tragédiát. A család idősebbik gyereke ételt készített, és az otthagyott olaj kapott lángra egy zárlatos elektromos vezeték szikrájától. A település lakossága azonnal a bajba jutott család segítségére sietett.
Amikor meghallottuk ezt a szörnyű tragédiát, az önkormányzat azonnal segítségre fordult, segítségükre fordult. Polgármesteri hatáskörben 100 000 forint azonnali támogatást utaltunk ki a család számlaszámára. Aztán még további segítséget fog tudni adni az önkormányzat. Képviselőtestületi ülésünk lesz szerdán, ahol döntenek arról, hogy milyen összegben és milyen támogatással tudjunk segíteni a családon. És azt is el tudom már mondani, hogy összefogtak a szülők is, ugye itt 4 kiskorú gyermekről van szó, óvodában, iskolában a szülők segítettek abban, hogy Facebookon, mindenféle fórumon hirdetik magát ezt a szörnyű esetet. Számlaszámot a családnak az engedélyével kiírtuk a Facebookra, ott is már érkeznek az adományok, úgyhogy ezután is nagyon köszönjük. Amit még ugye vidékről is tudunk már, hogy az elszenesedett holmiknak, bútoroknak az elszállításában pedig egy vállalkozó ingyen biztosítja a konténert számukra. Az eset óta folyamatosan jönnek a felajánlások. Van, aki konyhabútort, van, aki készpénzt, és van, aki a munkáját ajánlotta fel a károk elhárítása érdekében. A ház teljes elektromos rendszerét is újra kell majd építeni. További anyagi segítséget a Döbrökközi Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán közzétett számlaszámon várja a 6 gyermeket nevelő család. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás a dombóvári járást egyenként kezeli. Célja az itt élő 35 000 ember érdekeinek szolgálata. Az év első ülésén megszületett a 2022-es év költségvetése és a globális folyamattal, a klímaváltozással is foglalkoztak. Megtartotta a 2022-es év első rendes ülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás, ahol az egyik fő téma az éves költségvetés volt. A költségvetés betértése is ugyanúgy vonatkozik a társulásra, mint az önkormányzatra is. Sajnos az elmúlt években évre csökken a társulásnak a költségvetése, hiszen alapvetően csak a befolytott díjakból tudjuk működtetni. Amúgy hiszem és remélem, hogy mindezek ellenére a tagjaink szívesen fizetnek tagdíjat, hiszen olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, amelyet egy-egy kis település önmagának nem tud megteremteni. Ezért alapvetően az elmúlt évekhez hasonlóan nem kavart nagy vitát a költségvetés, hiszen a tagdíjakat 2022-ben nem emeltük, és a 2020-ban megállapított tagdíjakat tudunk működni 2022-ben is. Másik nagyon fontos naprendi pont ilyenkor még, amikor a rendezvény naptárra elkészül a Kaposmenti Társulásnak, ez alapvetően a közösen üzemeltetett sörsátorunkban merül ki, de próbálunk mindig úgy időpontot egyeztetni, hogy aki kéri, az megkapja a sátrat, és egymás programvét ne keresztezzük, és minél több programon tudjunk közösen részt venni, és együtt lehessünk. Egyedül nem megy, és mi hiszünk ebbe. Az összefogás és a közös gondolkodás és az együttműködés hozta létre ezt a társulást, és az is tartja életben. A célok azok nem változnak, minél több forrás szeretnénk a dombvári járásba hozni, és ezért mindenféle társulás, illetve konzorciumi partnerségre vállalkozunk egymással, hiszen a dombvári kistérség egy oly kicsi terület, hogy nem lehetnek eltérő célok, és nem lehetnek más-más nagyon nagy álmok, hiszen a járást egyként kell kezelni, és 35 ezer ember érdekeit együtt kell szolgálnunk. A Kaposmenti Társulás 2022-es évi első ülésén a klímastratégia előrehaladásáról is hallottak egy beszámolót, amely jelentek. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira akut kérdés, és annyira aktuális, hogy ez kiváló példa volt arra, hogy megmutassuk, hogy a Dombovár és a 16 térségben lévő településnek együtt kell tudnia gondolkodnia. Ebben az évben még konkrét feladatok nem valósulnak meg. Egyelőre gondolkodásmódot próbáljuk az embereket ebbe az irányba tolni. Iskolákban és egyéb felnőtt közösségekben is ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, próbálunk szervezni játékos vetélkedőket gyerekeknek. Tehát mindenkihez el szeretnénk juttatni azt, hogy a klímastratégiával kell foglalkozni, és 2022-ben itt az ideje nagyon komolyan vegyük. A stratégiának 3 fontos eleme van. Ezek közül az egyik, hogyan lehet az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni, azaz mérsékelni az éghajlatváltozást. Erre gondolom sokan felszisztennek, hogy ugyan már például Dombóvár és térsége mit tud hozzátenni a klímaváltozáshoz. Hát erre azt szoktam mondani, hogy a Földön él több mint 7 milliárd ember, és ha mindenki azt hiszi, hogy nem tesz hozzá a klímaváltozáshoz, akkor nagyon nagy baj van. Tehát mindenkinek a maga közegébe meg kell tenni minden létező dolgot, hogy ezt a problémát közösen meg tudjuk oldani. A másik lába az a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás. Ugyanis az tény, hogy a klímaváltozáshoz halad előre. Ugye az többek közt tőlünk függ, hogy milyen mértékű
lesz az előrehaladása, mennyire tudjuk mérsékelni. Hangsúlyozom, csak mérsékelni tudjuk, megállítani nem. Tehát ehhez a változó környezethez alkalmazkodni kell. Na most az alkalmazkodásnak a legfontosabb szintje a települések és a társulásnak a szintje. A másik szint pedig nyilvánvalóan az otthonaink, az épületeinknek a felkészítése. Kettő nem valósítható meg egy komplett szemléletformálás nélkül, tehát ez a három lába van, kibocsátás csökkentés, alkalmazkodás és szemléletformálás. A szakértők szerint az alkalmazkodás az, amiben lépéshátrányban vagyunk egyelőre. Alkalmazkodni kell a szélsőséges időjáráshoz, az állandó szeles időszakokhoz, a jégverésekhez, a teljes kiszámíthatatlan csapadékok mennyiségéhez és annak eloszlásához. A Dombóvári Kertbarát Egyesület egyik fő célja, hogy tagjait olyan információkhoz juttassa, ami segítség lehet számukra a kert szakszerű megmunkálásához. A legutóbbi alkalommal a gyümölcsfák, azon belül is az alma és a szilva került górcső alá. A Dombóvári Kertbarátok Egyesület alma és szilva fajta innovációról, biológiai növényvédelemről, illetve a gyümölcsültetvények telepítésének helyes gyakorlatáról szóló előadása várta a kertészkedés iránt érdeklődőket. Nevünk az úgy szól, hogy Kertbarát Egyesület. Ez kicsit a lényeget is tartalmazza, tehát olyan barátoknak az egyesülése, akik kertészkedéssel foglalkoznak, tehát a lehetőséget arra, hogy azok az emberek, akik zöldségtermesztéssel, gyümölcs szőlőtermesztéssel foglalkoznak, a tapasztalataikat kicseréljék egymás között, és a taggyűléseinknek a másik lényeges eseménye a szakmai előadások, tehát nem csak egymás között a tapasztalatcsere, hanem előadók bevonásával. Ezek az előadók lehetnek a saját körünkből, de sok esetben magas szintű ismeretekkel rendelkező előadókat tudunk megnyerni arra, hogy nekünk különböző témákban előadásokat tartsanak. A mai előadás előadója, miután mi tagjai vagyunk a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének, ő felvette a kapcsolatot ezzel az Országos Szövetséggel, és onnan kapott címeket, javaslatokat, hogy hol látják szívesen. És miután olyan témával foglalkozik, ami bennünket kiemelten érdekel, így nagyon gyorsan létrejött a megállapodás a mai előadásról. Az egyesület tagjai gyakorta élnek olyan témajavaslattal, amivel kapcsolatban szívesen hagyatkoznának egy szakértő tanácsaira. Kétféleképpen működik. Az egyik az, hogy megpróbáljuk felmérni az igényeket. Ugye nálunk a meghatározó, hogy éppen milyen hónap, milyen évszak van, mert ahhoz kapcsolódnak az események, és akkor az interneten rengeteg olyan előadást található, ami komoly szakmai színvonalat képvisel. Ezt letöltjük, vettünk egy projektort, és akkor így is tudunk előadást tartani. Ennek egyetlen hátránya van, hogy az előadóval nincs konzultációs lehetőség, ugye, hanem utána csak egymás között tudjuk megbeszélni, amit láttunk. A kertbarátok minden olyan lehetőséget kihasználnak, ahol tudásukat gyarapíthatják hasznos praktikák elsajátításával. Szekszárdon lesz március 12-én egy országos meccési bemutató. A meccés az egy nagyon bonyolult dolog. Kevés ember van, aki azt mondhatja magáról, hogy ő ebből mindent tud. Tehát nincs olyan gyakorlott szakember, vagy elméleti szakember, akitől ne lehetne valami újat és valami időszerűt hallani. Ezért az állandóan műsorom van a meccés. Ez ahány gyümölcs, annyiféle megoldást igényel. Hamarosan itt a tavasz, amikor megkezdődnek a kertekben a munkák. Az ősz után ez az az időszak, amikor újra telepíthetünk olyan gyümölcsfákat, amelyekkel szeretnénk még gyarapítani a kertünket. Ilyenkor azonban számos tényezőt figyelembe kell venni. Már a fajta választás pillanatában nagyot lehet hibázni, utána a telepítéskor, utána az ápoláskor, utána a megtermelt gyümölcs marketingénél és értékesítésénél is nagyon nagyokat lehet hibázni. Mert egy házi kertnek ugyanúgy nagyon fontos, hogy milyen talaja van, tehát elsődleges a talaj, ugyanúgy, mint egy ültetvénynél, milyen a talajom kémhatása, milyen a
szerves anyagtartalma, milyen a kötöttsége, kálciumkarbonát, nitrogén-foszfor-kálium tartalma. Ehhez megfelelő gyümölcsfajt, illetve fajtát, illetve alanyt kell választani a házi kertben is. Vannak olyan paraméterek, amelyeken 10 év alatt sem tudunk lényegében változtatni. Például jelentősen befolyásolni a kötöttséget, a kálciumkarbonát tartalmat, a kémhatást és a húz tartalmat nem tudjuk. Valamennyire igen, de nagyságrendileg nem. A legfontosabb számomra az újdonságok, a gyümölcsfajta újdonságoknak a meghonosítása Magyarországon, de elsősorban olyan gyümölcsfajtákat keresek, amelyek betegség ellenállók. Például olyan almafajtákat, amik varasodással szemben ellenállóak, lisztharmattal szemben ellenállóak, vagy legalább toleránsak, hogy minél kevesebb hatóanyaggal tudjuk eredményesen megvédeni a gombabetegségekkel szemben. Ugyanígy a szilvánál a vírustoleráns szilvákat preferáljuk, és ezeket próbáljuk honosítani az országban. A Dombóvári Kertbarátok Egyesület által szervezett előadáson hasznos információkkal gazdagodtak az érdeklődők. Ha azt a nevet halljuk, hogy Rákóczi, akkor elsőre rögvest a történelemre asszociálunk, majd másodikként talán beugrik az igazán finom lepény is. Ennek a süteménynek köze van Tolna megyéhez, egészen pontosan egy Dombóvár közeli településhez. Amennyiben nem ismerik a történetet, mindenképpen maradjanak, hiszen jönnek a részletek, és az is kiderül, lesz-e belőle Hungarikum. A Települési Értéktár bizottságok feladata a helyben fellelhető nemzeti értékek azonosítása, majd ezen értékek adatait tartalmazó gyűjtemények összeállítása, valamint azok megyei értéktárba történő besorolása. A dombovári értékek száma mára már meghaladta az 50-et is. 2015 óta új felállásban működik a Dombovári Értéktár. Hát 50 fölött vagyunk már az értékek tekintetében. Általában az SMS szerint évi 2, illetve most egy gyűlést kell tartanunk, de azért ezt felül szoktuk múlni, hiszen mindig ki tudjuk bővíteni az értéktárat a különböző kategóriákban. Most ez egy rendhagyó gyűlés itt az év elején, ugyanis hát vannak napirendi pontok, de most nem döntünk értékekről, hanem egy nagyon kedves vendéget hívtunk, Wojtek Évát. Aki korábban 2013-ban egy előadással, illetve tortalapát kiállítással érkezett Dombóvárra, most pedig Rákóczi János munkássága miatt kapott meghívást a Dombóvári Értéktárbizottságtól. Ők már évek óta a cukrászipartestülettel fáradoznak azon, hogy népszerűsítsék Rákóczi János munkásságát és a Rákóczi túrost. Ez természetesen nekünk is a feladatunk. Az új Dombóvárhoz tartozó Felsőleped pusztán született, de mivel nálunk van értéktár, ezért mi gondoltuk, hogy felkaroljuk ezt az ügyet. És itt emelném, hogy nem csak sajátunknak érezzük, hiszen ez Dalmannak, akár a megyének is egy fontos értéke lehet, hiszen büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi évben Tolnaikum minősítést nyert a megyei értéktár döntésének köszönhetően, illetve kiemelkedő nemzeti érték lett a tavalyi évben, erre megint csak büszkék vagyunk, és úgy éreztük, hogy ez felhatalmaz minket arra, hogy tovább gondoljuk a programokat, és hát ami fontos, hogy az idén 125 évvel ezelőtt született Rákóczi János, ezért kidolgoztunk egy az egész évre vonatkozó programtervet, illetve most február 2-ával beadtuk a Hungarikum pályázatot, ahol megint csak Rákóczi János munkásságát szeretnénk népszerűsíteni. Az értékeknek be kell járniuk egy utat, majd ha arra érdemesnek találják őket, akkor kiemelésre méltó értékké, azaz Hungarikummá válhatnak. Ez egy piramis rendszerben működik, tehát először a helyi értéktárba döntöttünk, hát ki kell dolgozni, össze kell állítani az adott értéktári anyagot. Ezt Takács Istvánénak köszönhetjük, hiszen ő fedezte föl egyáltalán azt a tényt, hogy Rákóczi János itt a környéken született. Nagyon sokáig azt hittük, meg sokan az országban, akik nem ismerik, ma is azt hiszik, hogy a híres Rákóczi családról van szó, de nem, hanem a felsőleperdi születésű Rákóczi Jánosról. És tehát elkészült az anyag, a helyi értéktár döntött, bekerült az érték közé. Ilyenkor mi felszoktuk terjeszteni ezt a megyei értéktárhoz. Amennyiben ők úgy gondolják, hogy olyan minőséget képvisel, akkor bekerül a megyei értéktárba is, és akkor onnan megy folyamatosan fölfelé. Onnan, illetve mi is már felterjesztettük a nemzeti értéktárba, és ott hát nyilván eltelt egy pár év, mert valószínű, hogy azért sokan szeretnék, és sok olyan érték van az országban, ami ezt a címet megérdemelni, de a tavaly évben döntöttek úgy, hogy akkor kiemelkedő nemzeti érték lett. A Magyar Cukrászipar Testülete szeretné, ha a cukrásztermékek is egyre nagyobb számban szerepelnének, nem csak az értéktárban, de Hungarikumként is. Most pályázott erre a Hungarikum kiírásra, hiszen a értéktárba szeretnénk besorolni a magyar cukrászat termékeit, illetve a Magyarország tortáit, amik nem értéktárasak még, de majd azt is szeretnénk, hogyha az lenne. 16 darab olyan, ami konkrétan cukrászattal és termékkel kapcsolatos
produkciót találtam, ami egyrészt cukrászdákra, például az Auguszt vagy a Mészáros cukrászda Szombathelyről, amelyik 90 éves vagy a 100 éves cukrászda Gyuráról, mint értéktár szerepel, illetve hát termékek. És akkor ezek közül megemlíthetjük a somlói galuskát, ami még számomra is érdekes volt, hogy fóti kapcsolata van, vagy megemlíthetjük ugye a büszkeségünket, a dobostortát, amely Hungarikum, és hát, hogy itt vagyunk Dombóváron, mindenféleképpen szót kell ejteni Rákóczi János munkásságáról, és hát a Rákóczi túrósról. A Hungarikum procedúra az egy hosszadalmas eljárás, és annak számos komoly kitétele van. A helyi értéktárban viszont én úgy látom, hogy csak egy lokálpatrióta vagy egy aktív tag kell, aki kezdeményezi. A Hungarikumok listáját a Rákóczi túroson kívül még számos magyar étel bővíthetni, ezzel is hírét vive a kitűnő magyar gasztronómiának. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!